φαίνεται ο άνθρωπος να έχει κατανοήσει τι σημαίνει ελληνισμός της Ουγγαρίας και ότι εμείς σαν παιδιά αγωνιστών δεν ξεχνάμε και την παράδοση των παλιών Ελλήνων. Ένα παράδειγμα από αυτό είπαμε ότι να και ο Νίκος προχτές έκανε στο Κύρα Ιούτσα έβαλε μια πινακίδα για τον Νικόλαο το Δούμπα, ο μεγάλος, θα έλεγα, Μεκίνας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας. Και βέβαια του είπα πολλά άλλα παραδείγματα, όπως είναι το θέμα με τους Ρουμάνους, οι οποίοι Ρουμάνοι κάνουν το παν για να πάρουν τη δική μας την ελληνική κληρονομιά και να την, να την υιοθετήσουν, λες και είναι Ρουμάνικη. Ενώ τώρα το σήμα και τα λοιπά. Βέβαια, αυτό ήταν ένα οικονομικό λόμπι των πρώην Ελλήνων. Εμείς είμαστε μια άλλη πάστα ανθρώπων, αλλά έχουμε αξιοπρέπεια. Γι' αυτό και από αυτό το βήμα, για όλους το λέω, δεν θα αφήσω το άρθρο έτσι που βρέθηκε στο Magyar Nemzet, ας γνωρίζετε όλοι σας. Οπωσδήποτε ξεκίνησα και εγώ τη διαδικασία για την προσβολή και τη δική μου προσωπική, αλλά και του γενικού ελληνισμού, έτσι μέσω δικηγόρου. Ευχαριστούμε. Έχει το λόγο για δεύτερη φορά ο Νίκος ο Προδρομίδης, σε 3 λεπτά. Ακόμα ένα. Γιώργος Μόγερο Μοντόμος, και ο Ζαλιόπα με συγχωστακιά. Ούτε εγώ να δω το βίντεο τσάκ, δω το βίντεο τσάκ, αν έμπαιγε στην Ουγγαρία, τέλειωσε. Ο κορ ένιδε όλα, αμήν τέλειωσε, τέλειωσε αμήν τέλειωσε. Ο κορ κορμαν γύμα το αφαλή, μη έρθει ούτε το βέω προβλήμα για, μη μοντέλο Μόγερο να μιζέτνακ, μη να μην τούτιου κίτ μεγβασέλνει, κοδοσάν ελού, τη στάζνει, belsőleg, belsőben, és nem úgy, mint a többi, nem akarom mondani, melyik kisebbséghez hasonlítom. Én szerettem volna, hogy a belső egy körökségben, tehát belül csinálnánk egy ilyen összejövetelt és megbeszélni, és utána kifelé. Természetesen talán gondolt, akkor kifelé is. Egy dolog, hogy az erre én válaszolnék, és magyarul válaszolnék én is, mint a kérdés magyarul felvetődött. És nagyon szeretnék még egy zárójelet még előtte. Ha valamiről beszélünk, akkor a valóságot mondjuk. A Prodromidis Nikos rendkívüli módon téved, és most finom vagyok. Az Adhok Bizottság valóban nem fejezte még meg a munkáját, és nem ment a kormányhivatalhoz. Ha te úgy tudtad, öregem, az egy dolog. De hogyha te úgy tudod, akkor attól még nem kell vádaskodni. Tehát nem ment a kormányhivatalhoz, nem ment sehová az Adhok Bizottság. Az Adhok Bizottságnak, szeretném befejezni, az a törvényi kötelezettsége, hogy lefolytasson egy olyan vizsgálatot, amelyen megbízta a magyarországi görögök önkormányzatának testülete. Ennek a testületnek a megbízását hajtja végre, és a jelentését ennek a testületnek fogja megtenni. És ez a testület lesz az, amely megvitatja majd az Adhok Bizottságnak a jelentését, és döntést, határozatot fog hozni. Tényleg azt kérem, hogy csak valós tényekről beszéljünk. Egy dologban. Egyébként ennek a testületnek a védelmében még annyit hadd mondjak el, mint ügyvéd, hogy a nemzetiségi törvény tárgyalása során számunkra nagyon fontos a nemzetiségi törvény, ugye meghatározza, hát ugye, hogy a jelenlegi rendszer ugye minden 9 évre legalább bebiztosít, az elkövetkező 9 évre valószínű meghatározza a mi jövőnket is. Na most ezen a számunkra nagyon fontos parlamenti vitában a 380 képviselőből megszámoltam, kb. 42 volt jelen minden egyes alkalommal, úgyhogy ehhez képest 11 fő, az egy nagyon szép létszám, mert az több, mint a fele a megválasztott képviselőknek. Na most ha ennyi lennének a parlamentben, akkor majdnem 200-an lettek volna, most ehhez képest csak 40-et láttam, és mindegyik itt név szerint meg tudom nevezni, hogy ki volt jelen a parlamentben. Úgyhogy ennyire fontos volt neki, és ennyire fontos, és ennyire lényeges, hogy itt azért mégis folyik munka, és azt akartam még mondani,
most nem a jogosvédelmi van, hogy általában a hangulattal kapcsolatban, hogy a parlamentben ennél cifrább dolgokat mondanak, pedig ott tévéközvetítés van, és jóval magasabb honoráriumért nincsenek ott az urak, meg a hölgyek, úgyhogy ehhez képest itt egy valódi őszinte vélemény nyilvánítás folyik sokszor, még hogyha az egyeseknek nem is tetszik. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdésük a gazdasági igazgatóhoz? A gazdasági igazgatóhoz. A gazdasági igazgatóhoz. Van-e kérdésük? Van. A gazdasági igazgatóhoz? Rotai, ját ekonomika, tisztelt az ikis, értek a milyen rodisi? Ját ikiri ezt a fiúl, ját ekonomika? Ne, pár kérdés. Ját ekonomika, Rota, táxi, kire Sofia, ját ikrepi na fígi? Πρέπει να βρεθεί. Εδώ ήταν έφυγε. Πού το διάβασες αυτό, 42. Σε εφημερίδα. Όχι σε εφημερίδα. Πού. Εγώ για εφημερίδα τώρα άκουσα πρώτη φορά. Από το αυτό που στέλνετε αυτά τα περιοδικά. Όχι, όχι. Εκεί γράφει ακριβώς για... Για 20 και μισό εκατομμύριο. Όχι, όχι, θα σου το φέρω το χαρτί. Θα το φέρεις το χαρτί. Εντάξει. Γιατί εγώ θυμάμαι στην αυτοδιοίκηση, αυτό είχε. Όχι, 42. Συγγνώμη, αυτά όμως δεν είναι της αυτοδιοίκησης τα παιδιά. Συγγνώμη, μην ανακατεύουμε τις κοιλώτες με τα σόβρακα που λένε.